November 11-től ismét szakmák hetét tartanak a Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumában, melynek gondolata évekkel ezelőtt fogalmazódott meg a szervező pedagógusokban, hiszen így a diákokban könnyebben körvonalazódhat, hogy milyen pályát szeretnének választani, illetve a különböző szakmákon belül milyen irányban szeretnének elindulni a nagybetűs életben. Sokszor legendákat lehet hallani arról, hogy mondjuk egyes szakmával vagy egyes helyeken mennyi pénzt lehet mondjuk keresni, és nem mérik föl, hogy rendben lehet, de azért ahhoz nagyon nagy szerencse is kell, hogy olyan álláshoz jusson az ember, olyan helyre bekerüljön, illetve azért lehet, hogy annak ára is van. Tehát az nem úgy terem, hogy én 12-ben eldöntöm, hogy én közgazdász szeretnék lenni, és majd egy multinál fogok keresni, nem tudom, 1,5 milliót havonta, hanem ahhoz mondjuk olyan alaptudás is kell, hogy akkor egy jó egyetemre kell bekerülni, ott jól kell teljesíteni, és mondjuk álmodozni lehet, de ahhoz kellenek alapkészségek, meg alaptudás, és tehát csak azt nézni, hogy van egy álmom, az nem biztos, hogy jó ötlet, abból nagyon nagy csalódások lehetnek. És a másik dolog pedig, hogy sokszor ott vannak a kézzelfogható szakmák, csak szét kell nézni. A tanulókhoz előadók is érkeznek, akik megosztják velük azt, hogy miért és hogyan indultak el az adott szakmán belül. Mindemellett bíztatják és jó tanácsokkal látják el őket. Sokszor hívunk olyan előadókat, akik kerülő úton keresztül jutottak el oda, ahol most tartanak, és akár az ő példájuk is motiváló lehet arra, hogy sosem késő elkezdeni tanulni, sosem késő elkezdeni céltudatosan dolgozni azon, hogy megvalósítsuk az álmainkat. És hát szerintem az, hogy milyen szakmák vannak, tehát itt Kiskörösön nincs az, hogy gyere be a munkahelyemre, tehát már Budapesten, nagyvárosokban, multiknál vannak ilyen családi napok, amikor bemennek a gyerekek és körbejárják a szülőknek a munkahelyét. Ez itt annyira még nem jellemző. Sokszor nem is tudják, hogy mivel foglalkoznak, lehet, hogy pont a saját szüleik, vagy például a kis óvodások is, hogy már pici korba kezdjék el, hogy a szakmák becsületét, és hogy minden szakmának megvan a maga szépsége, hogyha örömmel csináljuk, és tényleg érdekel bennünket. A diákok az előadásokon kívül üzemlátogatások során különböző bemutatókon is részt vehetnek. Nagyon sok kinti programot szerveztek a kollégák. Ma van, aki a mentő állomásra ment ki, akkor voltak sajt manufaktúrában, voltak szappanfőző manufaktúrában, mennek Garden Juice Kft.-hez, nem tudom, jól mondtam el pontosan a nevüket, akkor úttörténeti múzeumban megy ki az egyik osztály. Az előadásokat és üzemlátogatásokat nem csak a 11. és a 12. évfolyamosok látogathatják, hanem az intézmény összes évfolyama.